Vajon miért lehet barna a bőr a Krisztiánnak? Kinek van ötlete? Cigány. Igen, például lehet, hogy cigány. Ez roma. Akkor mit gondoltok, hogy mi miért vagyunk barna bőrűek? Leégtek. Mi? Leégtünk? Hát reméljük, hogy még nem égtünk le. De egyébként... Az UCU alapítvány körülbelül 3 éve foglalkozik azzal, hogy iskolákat jár, és beszélgetünk a cigányság témáról. Ha valaki cigány származású és barna a bőre, mennyire kap könnyen munkát? Ugyanúgy? Okay. Ezzel mindenki egyetért? Igen. Igen? De ez biztos így van? Nem? De itt is egy nem. Úgy általában, amikor valaki így jelentkezik, akkor általában visszautasítják, mert hogy nem szintiszta a magyarok. Magyar. Mert lenézik őket. Nem tudom én. De és miért nézik őket? Nem tudom, mert nem ugyanolyan színűek, mint a többi ember. És attól, hogy más valakinek a színe, ezért lehet, hogy nem veszik fel egyébként a helyet. De szerintetek mit gondolnak olyankor róluk? Lehet, hogy megfordul az az embereknek a agyában, hogy lehet, hogy akkor kirabolja a bankot. Szemben ez így nem igazságos, mert például van olyan fehér bőrű ember, hogy ő szeretné kirabolni a bankot, és nem a román. Hát a foglalkozásunkat úgy építettük fel, egy kisiskolás fiunk keresztül, egy cigány kisfiunk keresztül, egy kitalálkozott kisfiunk keresztül, elemezzük azt, hogy nem tudom, milyen lehet, hogyha az apukája nem dolgozik, hogyha nagyszüleivel együtt, hogy ezeket így elfogadják és megismerjék. Mert látjátok, hogy hogy néz ki. Tudjátok, hogy milyen a sérója, mindent vágtok róla. És hogy mindezeket összeadva beszéljétek meg a csoportban, hogy akkor jöjjön a Krisztián, vagy pedig ne jöjjön. Jó? Jó. Ti az a között, aki azt mondja, hogy ne jöjjön. Nem bírom tenni, 3-3! Will I blast me in a coma? Left me with a trauma? Did break your jaw? Will I break your law? Will it starts with a feast on a hot summer breeze? But suddenly freeze police on your knees till sound! And you got nothing to... Szerintem azért, mert mindenki megérdemel egy esélyt, és attól még, hogy barna bőrű, attól még ő is megérdemel egy esélyt. De annak is örülünk, és igazán elégedettek vagyunk, amikor csak egy mondjuk egy mintát mutatunk az elfogadásra.